Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket! Ez a téma az utolsó videók és tartalmak közé tartozik ezen a csatornán a 2021-es évbe, de még korán sincs vége az ünnepeknek, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ha már itt az év vége fele járunk, akkor szeretném egy kicsit összefoglalni, hogy mely paripák nyerték el a tetszésemet és lopták el a szívemet ebben a 2021-es évben, és hát itt most konkretizálom, hogy, hogy mely lovak voltak a legkedvencebb kedvenceim, és hát elég sok újdonsággal bővültünk ebben az évben is, tehát tagadhatatlan, hogy három havonta jöttek, mentek az újfajta paripa pompák, vagy pompa paripák, kinek hogy tetszik, és hát megmondom őszintén, tényleg sokszor nehéz volt a választás, de azt kell, hogy mondjam, hogy megbirkóztam vele, igaz volt, hogy a ti segítségetekkel, de a lényeg az, hogy mindig sikerült olyan lovat vennem, amit a későbbiekben nem bántam meg, hogy azt választottam. Rengetegszer kérdezitek tőlem, hogy Szilvi, melyik a kedvenc lovad? Van kedvenc lovad? Melyik az izé? Mit tudom én? Annyiféle verzióba tudjátok föltenni nekem ezeket a kérdéseket, hogy úgy gondoltam, hogy itt az ideje az évet lezárni ezzel a témával. És kétség kívül egyébként, bár nagyon szoros volt a verseny, azért azt elmondanám, hogy továbbra is azt gondolom, hogy a 2021-es évben eddig behozott lovak közül a legeslegkedvencebb kedvencem fajtára lévő tekintettel a percheron lovak. Eszméletlen módon megszerettem őket, egyszerűen imádom, egyébként velük is fogom, és ezzel a fajtával fogom kezdeni majd a bemutatást. Azért látjátok most így a karakteremet, mert sorba beállítottam ide oldalra a lovaimat, és majd itt meg fogom nektek mutatni, hogy melyikekre gondoltam. Úgyhogy ez egy ilyen kis összefoglaló videó lesz, de büszkén mondhatom, hogy, hogy a percheronra esett a választásom, és a legkedveltebb lófajta lett most nálam jelen pillanat. De azért azt szeretném hozzátenni, hogy az izlandi pónik is nagyon közel álltak ehhez az első helyhez, de mégis azt kell mondjam, hogy a percheron itt most nálam mindent, és nagyon-nagyon gondolkodom és küzdök magammal, hogy vegyek még egy harmadik lovat is belőle, de egyelőre még küzdök a démonaimmal. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt, akkor mutatom is nektek, hogy mely lovak foglaltak helyet a szívemben most így a 2021-es évre. Sokszor el fogom még mondani, nem, egyébként nem. Nem fogom már annyiszor mondani 2021-ben. Na, akkor kezdjük is. Mindjárt itt az oldalt, a legelső gyönyörű kis Abyss lovam, vagy Abyss, kinek hogy tetszik. Egyszerűen imádom, nagyon imádom. Mint látjátok, jó kedve is van, van is oka rá. Nagyon egyszerűen imádom. Olyan büszke lovaknak ábrázolták őket. Én nagyon szeretem azokat a lófajtákat, amiknek van tekintélyük, és ez meg is mutatkozik. És szerintem ez egy ilyen nagyon előkelő érzetet kelt, legalábbis bennem, és ez az oka a részben annak, hogy ezt a gyönyörűséget választottam. Nagyon-nagyon tetszik ez a ló. Megmondom egyébként őszintén, hogy a szürkével szemezek leginkább, az egér szürkével, és annyira gyönyörűséges, de az a baj, hogy úgy gondoltam, hogy most már nem szeretnék több percheront, mert biztos lesz valami más lófajta, amiből fogok vásárolni, ami amúgy volt is, mint tudjuk. De hogy nagyon-nagyon küzdök, mondom, nagyon küzdök a démonaimat, de azt hiszem nem is nézem tovább, mert tényleg minél többet bámulom, annál rosszabb, és még jobban inkább úgy vagyok vele, hogy inkább nem akarom túl bonyolítani. És hát, mint említettem, az izlandi paripákat itt van rögtön a percheronom mellett Móni, aki hát szintén egy különleges helyet foglalt el a szívemben, mert hogy bár az appal jött be, és én rohadtul nem örültem neki, azért, mert nem szeretem, pont azért, mert szerettem volna megvenni. Egyébként nem is vettem volna másik izlandit, hogyha őt egyből be is hozzák valószínűleg. De mindegy, nem bántam meg egyébként a másikat sem, mert azt is nagyon-nagyon imádom. De
azt hiszem ő érdemli meg a második helyet itt a kis szívem csücskének, a jobb felső csücskének, a jobb felső csücskébe. Aztán, mint láthatjátok, itt van rögtön, mindjárt utána Baby, a felújított amerikai foltos lovak közé tartozik ő is, és egyszerűen imádnivaló, nagyon-nagyon szeretem őket. Kétség kívül egyébként a legstresszmentesebb edzéseket ők birtokolják egyébként, azt kell mondjam, illetve az izlandi. Szóval azt kell mondjam, hogy nagyon beléjük szerettem. És hát azt hiszem, hogy a többire már nem tartok igényt, ezért is kapta a második helyet. Na, még ki is dugja rám a nyelvét, köszi! Szóval azért nem is vettem belőle, és nem is gondolkodok rajta, hogy veszek újat, mert ami kettőt szerettem volna, az már a birtokomban van. Úgyhogy ennek örömére ő kapta meg a harmadik helyezést. Aztán, amint láthassátok, itt van ez a gyönyörű lélek palipa, ki nem más, mint ugye Ricsi, tudjátok. A rúna motivumoktól a buksiján nagyon különlegessé vált számomra, mert azért kelt bennem egy kicsit természetesebb érzést, hogy ez lehet valami ilyen kis festés is, nem úgy, mint a Zóninál, meg a Vegánál például, hogy világít mind a salamontöke, hanem ez csak egy ilyen sima dolog, mint hogyha fognád a hennát, és elkezdenéd rajzolni magadnak, vagy tetkút varrat, tehát hogy ez egy kicsit nekem természetesebb vonzatot kelt. És nagyon-nagyon szeretem ezeket a modelleket, és ezért úgy döntöttem, hogy őt is beleteszem ebbe a videóba, mert nagyon-nagyon szerettem, és nagyon-nagyon jó volt edzeni is, tehát nem idegeskedtem, meg nem volt semmi, a mozgásával sincs semmi gond, azért is szeretem ezeket a modelleket egyébként, mert szerintem jól vannak összerakva, tehát nem megakadsz valahol, nem tartó órákig szerintem, ha csak le nem nyomod rossz időben a space-t és le nem fekszik, de az egy másik kategória. Sajnos volt már ilyen, de ebbe most nem menjünk bele, mert felidegesítem magam. Szóval, hogy vele sok szempontból meg voltam elégedve, és azt hiszem megérdemeli, hogy ebbe a videóba ő bekerüljön. Na de ugorjunk is a következőre, aki nem más, mint egy gyönyörű arab terivér, aki a Zombie Apocalypse névre hallgat. Tudom, hogy nem így kell kiejteni, ne kövezzetek meg. És őt azért akartam beletenni, mert ugye most bejött az árnyvért és a hótáncos, ha jól tudom. Már annyira belezavarodtam, mert nekem Echo és Mist Hill. Tehát én meg se jegyeztem a nevüket, az eredeti nevüket, hanem csak amit én adtam nekik. És tulajdonképpen összefoglalnám így az arab telivéreknek a dolgait. Szerintem igazán különlegesen sikerettek, és hiába van benn belőlük már háromféle modell, ugye kezdve a pintó arabokkal, mint tudjuk. Azt hiszem, hogy ez a modell sikerült a legjobb, és nem azért, mert ez a legújabb, tehát nem feltétlenül azért, de tény és való szerintem, hogy jobban van kidolgozva, és részletesebb, valamint a space-es különleges mozgásuk is nagyon tetszik, és hát azt nem mondom, hogy vennék belőle még, mert ugye most vettem kettőt, de nagyon, nagyon megtetszettek, és szerintem bajnokságokra is előszeretettel el lehet vinni őket. Ha engem kérdeztek, mert úgy szoktam ilyen kérdéseket is kapni, hogy milyen lovat ajánlok csempekre, meg ilyenekre, hát például egy arab telivért, az újabbakból is akár, de a régieket is ajánlom. Az arab telivér szerintem egy olyan modell, amire azt mondhatom, hogy talán mindegyik fajtája valamilyen szinten elfogadható számomra, még a legeslegelső is. Annak is volt azért egy feelingje, akik hozzám hasonlóan öreg harcosok, azok biztos emlékeznek rá, hogy milyen volt arab telivérrel végig szelni Jorvikot. Egyszer emlékszem, hogy csak egy mini sztorit elmesélek egy karácsony alkalmából, hogy amikor elkezdtem a játékot, és megvettem az első Starcoins csomagot, akkor elmentem vásárolni, és pont ott itthon volt édesanyám, és nem mondom, megkérdezem, nem tudtam választani, hogy melyik lovat vegyem. És azt hiszem, hogy egy azt hiszem a holland volt, vagy Westfáliai volt.
Azt kérdeztem tőle, hogy melyik lovat vegyem meg. Westfáliait vegyek-e, vagy ezt az arab telibért vegyem-e meg, mert nem tudtam dönteni. És azt mondja édesanyám, hát legyen ez a barna, mert ez a sötét pej arab telivérem van meg még a nagyon régi kockaseggű, és rámutatott az arabra, hogy azt vedd meg, mert az mosolygósabb. Hallottam a tücsök ciripelést, hogy így nem kaptam szikrát, hogy most mi? És megnéztem, és tényleg a régi arabok kicsit vigyorognak, majd nézzétek meg, ha esetleg van kedvetek, nézzétek meg, tök ilyen vigyorgósra sikerettek szerintem, ők ilyen boldog pacik. Na szóval, hogy én velük is teljesen ki vagyok békülve, legalábbis úgy gondolom, hogy jó választás. És elég jellegzetes, tehát azért nem kevered össze a valóságban sem egy, mit tudom én, egy angol telivérrel például a kokáért. Ezek elég népszerű fajták. Úgyhogy arab telivért is ajánlok bátran mindenkinek. Nekem nagyon elnyerték a tetszésemet, de hát nyilván nem egy Percheron szinten, mert hát nyilván ők az abszolút favoritok. Na és akkor most jöjjék az utolsó. Próbáltam leszűkíteni egyébként, és Tanmunt hagytam utoljára a kis drága Gotland pónimat azért, mert hogy levettem róla a szettet, és még mindig rajta van. És most nem tudom eldönteni, hogy azért, mert laggos, vagy mert ő ilyen. Tehát ő ilyen kis szende lélek, szerintem, vagy nem tudom. Nem tudom, de minden esetre elég érdekes. Amit kihagytam, azok a finn lovak egyébként, de megmondom őszintén, annyira nem vagyok elájulva tőlük. Most lehet, hogy ez undokú hangzik, de hát most nyilván mégsem mondhatok igent, meg wow-t minden egyes lófajtára. A Gotland Pony szerintem egy nagyon aranyos, sikeredett pauni. Az izlandihoz hasonlóan szerintem nagyon cuki lett, és úgy gondolom, hogy teljesen beleillik ebbe a képbe, és én nagyon szerettem egyébként. Úgyhogy elképzelhető, hogy még beszerzek egyet, de nagyon erősen gondolkodom rajta egyelőre. Hogy ha akartok, akkor győzzetek meg. Akkor még elképzelhető, hogy bezsebelek egyet. De örülnék, hogyha megírnátok, hogy szerintetek érdemes lenne, mert eddig mindig ti kérdeztetek engem, most én kérdezlek benneteket, hogy érdemese vennem még egy Percheront, vagy akár egy Gotland pónit, mert én nem tudok ebben választani. Amióta csak bejöttek, azon gondolkodom, hogy érdemes lenne-e, vagy nem, vagy de, vagy nem. Szóval még egyelőre, mint mondtam, küzdök a démonaimmal. És hát azt hiszem, hogy át tudom érezni, hogy milyen, amikor ti gondolkodtok azon, hogy milyen lovat vegyetek, pláne amikor az embernek van 1000 Starcoins, aztán döntse el, hogy mégis mit akar, és van 8 féle ló, amit szeretne. Úgyhogy én ezt teljes mértékben átérzem. És hát nagyon kíváncsi leszek, hogy mit fogtok majd nekem írni. És azt szeretném, hogyha ti is megírnátok, hogy nektek mely lovak nyerték el a tetszéseteket ebben az évben, már csak azért is, mert hát ha valami egyezik, vagy valamit ugyanúgy gondolunk, kíváncsi vagyok, hogy majd, hogy nektek milyenről a véleményetek, mint úgy általában, tehát ezt már megszokhattátok, hogy roppant kíváncsian várom mindig a hozzászólásaitokat és a gondolatmeneteiteket, amiket megosztotok velem. És fantasztikus, hogy újból elment egy év, és mennyi minden történt. A játékban mondjuk az új lovakon kívül semmi, de ebben most nem menjünk bele. Nem kell még egy rinya videó. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt végig is értünk. Egyébként a Halloween-i lovakat azért hagytam ki ebből a buliból, bár őket is nagyon-nagyon megszerettem, de azt hiszem, hogy számomra Ricsi különlegesebb volt a realitás szempontjából, és én most inkább arra szerettem volna összpontosítani, meg ez az álomvilágból érkező lóhad, ez egy teljesen más kategóriától függetlenül. A Halloween-i lovakat nagyon-nagyon rettenetesen imádom. Most már csak az lenne a legjobb, hogyha a Magic Percheron Horses frissítés lenne. De hát szerintem az soha a büdös életben nem fog eljönni.
Aztán lehet, hogy még igen. Na mindegy, ezt majd meglátjuk. Minden esetre kíváncsi vagyok, hogy mit tartogatnak még itt nekünk az új évre. És akkor azt hiszem, hogy én el is köszönök most tőletek, nem húzom tovább az időtöket, várom a kommenteket, és ne felejtjétek, hogy most van alkalmatok a téli szünet idejére csatlakozni a Xiluminati Army szerverére, ami más esetben, ugye, mint tudjátok, csak a csatornatagoknak áll rendelkezésükre. Úgyhogy, ha szeretnétek közösen kockulászni, beszélgetni, nyereményjátékon részt venni, akkor ne habozzatok, lépjetek be minél előbb, a leírásban megtalálj, vagy a komment szekcióban megtaláljátok a meghívó linket, és minél előbb lépjetek be erre a csodálatos szerverre. Úgyhogy ezzel zárnám ezt a videót, köszönöm, hogy velem tartottatok, boldog, békés ünnepeket kívánok, boldog karácsonyt, kellemes új évet, de ezt még úgy is kivesézzük, és köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, legközelebb találkozunk. Sziasztok!